Nem üzemel, áll a felirat ezen a tankoló pisztolyon. Egyre több ilyennel találkozhatnak az autósok országszerte. Már 100 körül van az országban azoknak a benzinkutaknak a száma, ahol egyáltalán nem lehet tankolni. Szerte Európában, így Magyarországon is komoly üzemanyag hiány van. A helyzet a híradónknak nyilatkozó szakértő szerint csak rosszabb lesz a következő napokban. Ez a helyzet a következő napokban, illetve egészen 20-áig azt gondolom, hogy fokozódhat, hiszen a környező országok finomítói és a MOL finomítója sem 100%-os kapacitással dübörög, hiszen a MOL-nál is egy komoly karbantartási munka kezdődött itt augusztusban, így egy jóval csökkentettebb kapacitással tud dolgozni a finomító, az ÖMV Spreháti finomítója pedig június óta nem működik megfelelően, állítólag 20-25%-os kapacitással csak, és az itteni munkálatok is várhatóan, és a javítások szeptemberre fognak befejeződni. Addig a kormány az ország stratégiai készleteinek felszabadításával igyekszik rövid távon megoldani, illetve azzal, hogy egyre nagyobb körben bővíti azoknak a körét, akik piaci áron tankolhatnak. A szakértők szerint azonban ezek rövid távon nem segítenek, hiszen az importőrök nem azonnal tudnak visszalépni a piacra, néhány hétre biztos szükségük lesz arra, hogy újra üzemanyagot hozzanak be. Én azt javaslom mindenkinek, hogy próbáljon meg általában teli tankkal lenni, vagy legalább félig, tehát ne várja meg azt, hogy a szintjelző az utolsó negyedig menjen le, illetve a tankban lévő üzemanyag, és ahol benzinkutat látott, álljon meg, és próbáljon meg valamennyit tankolni, mert az a tapasztalat, hogy mindenhol korlátozzák a tankolható üzemanyag mennyiségét, illetve hát az alkalmát is, hiszen a MOL kutakon jelenleg egy nap csak egyszer tankolhatunk, és ez is 50 literbe van korlátozva. Úgyhogy nem csak a Balaton környékén tapasztalhatunk akár hiányt vagy korlátozásokat, hanem bárhol az egész országban. A kormány legutóbbi döntése értelmében október 1-jéig tolta ki a hatósági árakat. Bújdos Eszter azt mondta, ha véget ér a nyári, kereslet szempontjából terhelt időszak, akár arra is lát esélyt, hogy az év végéig kitolja a kormány az ársapkát a lakosság számára. Én azt gondolom, hogy ha átvészeljük ezt az augusztusi időszakot, ami a kereslet szempontjából egy igen terhelt időszak, mint benzin, mint gázolaj esetében, akkor azt gondolom, hogy akár még arra is van esély, hogy évvégéig hosszabbítsanak a hatósági árakon, így a lakosság számára. Elég nagy körben tankolnak most már piaci áron, tehát tényleg csak a magánszemélyek által üzemeltetett járművekbe tudunk 480 forintért tankolni, illetve a taxisok és a mezőgazdaság élvezi még ezeket az előnyöket, de azt gondolom, hogy hosszú távon egyáltalán nem fenntartható ez a rendszer, és a következménye az mindenképpen az lesz, hogy százas nagyságrendben fognak végleg benzinkutak bezárni, nem csak átmenetileg üzemszünetet hirdetnek, hanem teljesen felhagynak a tevékenységükkel. A holtankoljak.hu előrejelzése szerint egyébként szerdától csökken majd az üzemanyagár. A benzin piaci ára literenként 672 forint, a gázolajé pedig 723 forint lesz majd.